azt mondja magáról, hogy ő egy igazán boldog ember, hiszen 30 éve azzal foglalkozik, amit szeret és amihez ért is. Következzék mai Design Centerünkben egy muzsikus, aki a maga módján a zene egyik csodabogara, Kovács Gábor! A különböző hangszerek között Gábor röviden bemutatom, zeneiskolába jártál klarinét szakon, ugyebár voltak különböző zenekarait, például a Bartina zenekara, amely Bartina egy Szekszárd környéki szőlőtermőhegy. Szőlőtermőhegy. Kiváló borral. Kérlek szépen, jelenleg működik a Hangfaragók zenekar, amelyben kedves fiad is játszik, ugye meselemezt is készítettél, zenét is szerzel, de munkásságodnak nem ez a része helyezteti középpontba, hanem az, hogy gyakorlatilag te jártadban, keltedben, amit találsz, abba belefújsz. Avasd be minket. A legegyszerűbb kezdjük, jó? A legegyszerűbb. Avasd be minket a fújászat rejtelmeibe. Ez is, de talán ez is ismerős. Onthol. Hogyne? Folpak. A közös az bennük. Alufólia. Alufólia. Közös az bennük, hogy mind a kettő... Sőt, valamit alatt is meg. Nincs fütyülő a szádba? Azt hittem, ami trükközik. Hát ez csodálatos, egy fúvós randevú, egy fúvós... Nem beszéltünk össze, köszönöm. Na kérlek szépen, ez menne nekem is, szerinted? Próbáld meg. Próbáld a hosszabban, hárban. De hogy kell ezzel szabályosan? Mi a lényeg? Szád sarkához teszed. Igen. Ott terem a herpeszt. Igen. Így. És nem akarsz belefújni. Nem. Nem. Előre fújsz, mert az orrod mutat. Halkan. Halkan. Gyengé. És közben fordítod a fújás felé. Mutatom. És magától megszólal. Neked. Na mit fújunk még? Az előbb a papír hangjelbe. Én a pompe. Ismerős. Biciklipumpa. Működik. De én nekem, lehet, hogy belefújjak, még az nem jutott az eszembe. Nézzük akkor, mit tud a biciklipumpa. Na mit? Most látjuk egymást először, nem gyakoroltunk, higgyék el, kiváló zenészek. Hát főre, az operaház díszdíjas fúvósai, de mondjuk azt megnézném, hogy az operaház zenekar járkába beülsz egy pumpával egy Wagner operára, azért ott lenne közönség, az az érzésem. Ez a háziasszonyok réme, a fölmosó. Igen. Tulajdonképpen... Én nagy moppos vagyok. Aha. Igen. Ugyanúgy működik ez is, mint az előzőek. Így gyári, a lukakkal együtt pedig jó, már saját jó. Készítmény. Igen. Kéne még hangolnunk, és akkor tökéletes fel. Köszönöm. Jó. És ugyanez söprővel. Akár söprővel, de... Te akkor... mondd, és te otthon a két dolgot kombinálod? Tehát, hogy egy kicsit nem. Így... Mert szerintem ez így jó, ez a melót egy kicsit fellazítja. Sokkal szívesebben adok háttérzenét a melóhoz. Értelek, megértelek.
Ha nincs hosszú furulja. Hát itt van például ez a, mondjuk így állítható botocska, amit ha jól tudom, te magad használtál. Hogyne. Mikor nem tudom, rokkant voltál úgy vagy. Van. Igen. Úgy van. Igen. És már napok, hetek óta használtam, amikor csak egy ránézésre és egy pillanatnyi hát elég későn. Ötlettől vezérelve. Elég későn, hát ez egy virtuális furulja. Tudnék, ezek a lukak, jó, fuvola. De szóval ezek gyári lukak, ugye, mert azért, ezeket nem te furtad, mert ezekben te furtad igen. Ezeket fondor módon, hanem ez azért van, hogy állítható, hogy állítható legyen. Magyarországon című híres tévéműsornak a zenéje is többek között. Nagyon jó! Nagyon és ezzel jó. Semmit nem kellett csinálni, ez így hangszer, ahogy van. Tudod, hogy ez miből van? Ez a pálca. Ez szódaszifon betét. Így van. Autószifon, nem is tudjátok mi az, mi? Patrot kellett beletenni, és volt szódavíz, és már olyan fülünk volt, hogyha kicsit hörred, már nem kértünk, mert annak kellett csinálni, akinél kifogyott. Hát ébeszkod. Egy kis mozdulat. Nagyon jó. És készen. Nagyon jó. Na kérlek szépen, nézzük ezt a... ezek kecskekörbök? Úgy van. Szegény kecskék. Méghozzá Bolíviából. Bolíviai kecskekörök, jó, ha van ott egy kis bolíviai kecskekörök, de ha valakit esetleg megidézett az MTA aluljáróba a dél-amerikai zenekar, és hazamegy, és azt mondja, mutter, van itthon bolíviai kecskekörök, az a faszom, nincs. Akkor ezt lehet pótolni, mert ugye akkor már az ember vákumban van, és üdítőitalos kupakokból. Most megcserélem. Nagyon jó. Fúj gyengében. Ez nagyon jó. A legegyszerűbb tilinkó, és összecsukható. Így van. Érted, hello, hol a tilinkód, érted. De kézed itt csajozni, nem? Hogy figyelj. Hello. Megmutassam a zsebtilinkómat. Mindenkinek ismerős. Hogyne? Szívószál más néven szopószál. Fújhatjuk. Németül Strohhalm. De bármelyiket lehet? Hát készítek gyorsan neked egyet, ha gondolod. Ja. Jó? Mert ezen van valami? Van. Ja, ez be van vágva. Aha. Kis késemmel belemetszettem egy nyelvet. Egy mint a klarinétnád. Júj. Egy szívószára, gyorsan Sándor, akkor szívó, egy szív más néven szokolsz. Pirossak jó? Nekem így az ünnepek előtt. Oda néz. Ennyi az egész. Egy ennyi mozdulat. Az egész. Felhajtod. Kicsit visszatöröm. Igen. Megpróbáljuk? Meg. Próbáld. Aha. Mennyire? Cupad. Hülye. Ha, ne, átvágtál. Nem, próbáld az enyémet. Hogyne, hogy herpeszt kapjak. Hülye. Én tök nem, hát minek csináltad nekem? Nem úgy kell, hogy a nyelv az kín legyen? Nem, be a szádba az egészet. Be az egészet. Aha. De akkor mit nem csinálok jól? Hát azért nem lehet, hogy dugd a végét a nyelvet az hegyével. Nem lehet, hogy miért ver engem az Isten reggel délbe este. Hát azért ennyire dilettás nem lehetek. Miért nem megy ez nekem? Faragjál egyet itt valamelyik szép kislánynak. Jó.
Mit nem csinálok jól? Én megbolondulok. Na. Megfújja? Ez nekem tegnap ez ment. Nyelvehegyével be kell dugni nem a végét. Bogi. Idáig a szájába veszi. És egyszerűen könnyedén megfújja. Jó? Erősebben? Azaz. Hoppá! Hát akkor pici. Nekem is menni kell lesz, nem igaz? De az erőn múlik? Nem. 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 Hát apám, ez hihetetlen. Hoppá! Nagyszerű! Na legalább neki sikerült, csak én vagyok egy ilyen pekfolyer. Van itt még egy tolmop. Ezt én nagyon szeretem. A Ilonka néni régen úgy hívta, cifraporoló. Milyen gyönyörű. Ja, Sanyi, maguknál csak cifraporoló van. Én nagyon szeretem. Én vettem home shopping áldozata lettem, mert vettem motorosat is. Tehát ami itt forog. De nem fújkodtam. Na várjál, itt van egy kis gumi. Ja, tettél rá egy kis, valami kis nejlont, uh-huh. Ugye, egy kis membrántot. Úgy de azt miért kellett? Mint nagymama annak idején a befőttet. Igen, lebefőtteszted. Lezártam kis szalicilt beletoltál. Azt még nem. Teleszkópos. Ha nekem mondod, hülye vagy, ha legnagyobb cifraporolós vagyok, ha ne alázzál. Ha ne alázzál. A nyelére igen. Hasonló a lukat igen. Varázsoltam. Igen, meglyukasztad. És a cellofán alá fújom a számból a levegőt. Folytatni a téma eleje. Hát azért gyerekek, szóval azért azt a pillanatot, hogy valaki egy ilyen cifraporulót felvesz Medvecki kardagyúrnak, tehát az azért lássuk be, hogy leírhatatlan pillanat lenne az opera történetében. Na, hát van itt aztán egy nagyszerű szerkezet, amit valamikor úgy hívtak, hogy Köcsög Duda. Köcsög Dudát kicsit be kell nedvesíteni, ugye? Köcsög, disznóhólyag, bár ez már úgy látom egy viaszos vászon terítőtek is huncót, azért te is fellazulsz, ugye? De hát ezt annak idején minden parasztudvarba akadt egy köcsög, akadt egy nátszál, akadt egy disznóhólyag, mert ide eredetleg disznóhólyagot tettek, és ez volt a Köcsög Duda. Ugye? Így van, tökéletes. Ez egész ügyesen dudázok. Na most az én Gábor barátom rádöbbent arra, hogy városi körülmények között... Így van, ugyanezt. Mondjuk indítatása volt, egy megrendelést kaptam. Tessék. Készítsek kizárólag háztartási műanyag hulladékokból egy hangszerparkot. Egy jó tucatnyit készített, csak műanyagot lehetett használni. Aha, majd még mutatok néhányat ezek közül. Parancsol. Próbáld akkor te. Nem. Együtt? Hát te vagy a mester. Én dolgozom a hagyományosan. Nagyon jó, ezt is, kiméletesen. De ez jobban szól, ezzel sokkal könnyebb hangot kelteni. Hogy értse mindenki, miről van szó, kilukasztottam egy üdítős palack alját 8 ponton. Mindegyik lukba egy-egy ilyen csinos szívószálat illesztettem, és bele is ragasztottam. Különböző hosszúságúak a szívószálak, fixen itt állnak. Te nem is melózol így rendesen? Nem. Tehát nem egy, de azért nem. Sok időd van, azért nincs jobbod, jó? Pihent vagy. Már unokája is van különben. Három gyereked van, unokád. Isteni pali vagy. Belefújok a, mondjuk úgy, mint az orgonisták a szélszekrénybe, azaz a palacba. Befogom az összes szívószál végét, és akkor nem történik semmi. Az nekem megy.
Aztán, ha valamelyik szívószál végét kinyitom, azon átáramlik a levegő. Most egy másikat. Sándor! Hát gyerekek, ez nekem már nagyon kellett! Na de hogy... Igazi legyen a sikerélmény, és közös legyen a nekem sikerélmény. Nekem ez elég, elég. A bűvészi részét rád hagyom, vagy? Köszönjük, ölellek, szevasz, minden jót!